Az éves befizetések után igénybe vehető akár 130 ezer forintos adójóváírás bevezetése sokak számára tette vonzóvá a hosszú távra szóló nyugdíjbiztosításokat. Az MNB adatai szerint tavaly év végén 280 ezer volt a nyugdíjbiztosítási szerződések száma Magyarországon. A tapasztalatok szerint az ügyfelek egyre tudatosabbak, így egyre többen veszik igénybe a nyugdíjbiztosítási befizetések után járó adójóváírást. Míg a kedvező lehetőség, bevezetése utáni első évben az ügyfelek több mint harmada hagyta elveszni az állami támogatást, ez az arány 2017-ben már csak 25 volt, tavaly pedig 20-ra csökkent. A javuló tendencia köszönhető annak is, hogy egyre többen készítik el adóbevallásukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tervezet alapján, ugyanis ebben szerepelnek a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatos adatok is. A biztosító társaságok február közepéig postázták ügyfeleiknek azokat az igazolásokat, mely alapján igényelhető az adójóváírás. Az ügyfelek egy része nem, vagy csak részben tudja kérni a jóváírást. Ilyenek például a katás vállalkozók, vagy azok, akiknek nincs olyan magas keresetük, ami után érvényesíthetnék az adójóváírás teljes összegét, illetve akik más formában kimerítették az adókedvezmény keretüket, esetleg adó vagy járólik tartozásuk van, de természetesen a munkahelyi juttatásként kapott nyugdíj célú befizetések után sem igényelhető az adó jóváírás.